Tolnai állatorvos, dr. Kovács Géza elmondta, az állatok anatómiája más, mint az emberé. A szőrréteg megóvja őket az időjárási hatásoktól. A szőrzetnek egy nagyon egyszerű és fontos feladata van a téli időszakban. Gyengében elválasztja a hideg időt a test melegétől. Tehát egy köztes barriert képez, ami megvédi az állatot, azt mondom, minden hideg, a hidegnek az úgynevezett káros hatásaitól. Na most a hideg mind jelenség, mind hőmérséklet, a szakmai véleményem szerint nem káros, ugyanis az egy úgynevezett eustressz. Ez azt jelenti, hogy a szervezetre hatva az immunrendszert készteti még nagyobb védelemre, ugye alkalmazkodásra a megváltozott körülmények között. Mert nyáron a nagy hőség az sokkal nagyobb teher, tehát egy 40 fok egy kutya, egy cica életében sokkal nagyobb teher, mint a mostani 1-2 fok. Ugyanis szintén egy tévhitet szeretnék eloszlatni, a kutyának az optimális hőmérséklet az nem 26 fok, ami a mi lakásunkban van, hanem 15. A szakember szerint, ha a hőmérséklet ingadozása eltér az átlagostól, akkor az életfunkciók arra koncentrálnak, hogy életben tartsák a szervezetet. A kutyának a 26 fok az nem jó. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy jó, ez nem jó, és ebből jelent meg egy olyan köznyelvben már, hogy elkezdett honosodni a humanizáljuk az állatokat. Ez nagyon nagy baj. Kutyáknak is, tehát az állatainknak is, és saját magunknak is. Ugyanis ezzel mi azt tesszük az állattal, tehát mi az állatokat emberi tulajdonsággal, vagy emberi komfort tulajdonságokkal próbáljuk felvértezni, mert azt hívja, hogy az állat is ember. De az állat az egészen más helyről jött, ugye ő sokkal régebben él ezen a földön, mint mi, és ezért a két dolog még nem ért össze, és remélem, hogy nem is fog sosem összeérni, tehát mi maradunk emberek emberi kapcsolattal, és az állatokkal maradunk, mint ember-állat kapcsolat, ami a régmúltban még működött, és mindkettő félnek előnyös volt. Ez most olyanra változott, hogy az állatokat hideg, tehát megjön a tél, ami már beszélgettünk, hogy ez már nem is tél, felöltöztetjük az állatainkat. Tehát a kutyákra ruhát adunk, sőt, nem csak egy ruhát, hanem bontásruhát kapucnival. Tehát ez azt jelenti, hogy már mi beavatkozunk a természetnek a szabályaiba azzal, hogy a szőr, meg a természet, tehát az Isten, vagy a természet, vagy az evolúció által adott alkalmazkodási formákat mi megszakítjuk egy ilyen nagyon szép, trendi, divatos színű, akár terepszínű, akár ráérjük, hogy K9, a nagy őrzővédő munkakutya, és így ezt összezavarjuk a kutyának az élettani folyamatait, tehát a fiziológiát, tehát a hőháztartást. Ugyanis minden szervezetben megvan az úgynevezett homeosztázis, ami azt jelenti, hogy a külső ingerekre, tehát hideg, meleg, stressz, a szervezet a kellőképpen ad választ. Tehát a hidegre az állat remeg, az nem azt jelenti, hogy fázik, hanem azt jelenti, hogy a hő megtartása érdekében ő az izom összehúzódással hőt termel magának, és a 38,5 fokot, ami az embernél ugye másfél fokkal magasabb testhőmérsékletet, ő ezzel a úgymond szokásával, a remegéssel ő szinten tudja tartani, tehát marad az egyensúly. Ugye mindenben az egyensúly a fontos. Ha az egyensúly felborul, akkor olyan a betegség. Tehát említettünk már, hogy a kutya, a macska, az nem tud felfázni, mert egyszerűen az élettani működéséből ez lehetetlen. Az ember fel tud fázni. Tehát a kutyát jobb, hogyha nem öltöztetjük fel, viszont arra figyelnünk kell, hogyha mégis olyan környezetben tartjuk, hogy 26 fok van bent, ami az embernek azt mondom, hogy egy komfort hőmérséklet, hogyha mi kivisszük a mínusz 10 fokba, na itt lehetnek problémák. Ugye mindig a két
végletek közt az átmenet fokozatosan legyen. Tehát egy picit kivisszük a garázsba, hogy a kutya is, tehát az állat, fölvegye azt a változást, ami a hőmérséklet, a páratartalom, ugye mivel a hideget, a páratartalomnak a mennyisége, a minősége, azt erősíti, ugyanúgy a meleget is. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne öltöztessük fel a kutyáinkat. A rövid szőrőekre maximum egy vékony testruhát adhatunk rá, ami a széltől védi, tehát egy, mivel a szél, ugye a hőháztartásnak az egyik gyorsan változást hozó ágense, és ebből már az következik, hogy hogyha kinti kutyánk van, akkor az ólat olyan irányba helyezzük, hogy a domináns szél ne tudjon befújni az ólnak az ajtán. Az állatorvos hozzátette, a kutyák számára a legjobb alom, ha szalmát vagy forgácsot helyezünk a házukba.